Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Remélem, jól vagytok. Itt Mallorca szigetén most nagyon meleg van, és rengeteg a turista, különösen a sportolók, akik kerékpároznak itt a szigeten csoportokban. És ez a felvétel egy üzenet a Bibliából. Röviden elmondanám azt, hogyan jutottam el ehhez a forráshoz. Az anyukám 2002-ben halt meg, akkor gyászoltam, a Biblia, a hitem, a Jóisten adott erőt számomra. Annak idején jött egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és láttam, hogy a nyaklánc mozog, mint egy inga, és bizonyos szavaknál fordul egyet. És ezeket a szavakat, mondatokat, bizonyos gondolatokat, amit kaptam felülről, az égi hatalomtól, így tudnám ezt elmagyarázni, ennek volt értelme. Ez olyan volt, mint egy olyan kommunikáció. És ez, amit mutatok számotokra, hogy milyen üzenet jön, ezt én nem tudom, mert nem tudom befolyásolni ezeket a szavakat és mondatokat. Tehát indítanék. Valaki megbántott téged, és te megsértődtél, de lesz újra kapcsolat, és tisztázni fogjátok ezeket a félreértéseket. Van egy fontos feladat számodra, amit rendezni fogsz, és lesz valaki a környezetedben, aki segít ebben. Lesznek fontos döntések, változások a családban, majd figyelj oda ezekre az eseményekre. Te nem tudod befolyásolni, de számíthatsz arra, hogy lesznek változások. Ott, ahol élsz, ott a környezetedben lesznek ünnepségek, vagy lesz egy meghívást, részt vehetsz ebben. Ott, ahol élsz, ott meg fogtok szépíteni valamit. Lesz egy ilyen közös terv, vagy egy közös munka.
Ami a politikai eseményeket illeti, lesznek bizonyos tárgyalások, de mindez titokban történik. Te nem látod ezeket a dolgokat, hiszen nem közlik veletek. Viszont ezek a tárgyalások, ezek a döntések fontosak lesznek, hiszen lesznek okos emberek ebben a csoportban, akiknek vannak jó tervei. Tehát nem mindenki akarja ezt a háborút, hanem vannak bizonyos személyek, akik szeretnék, hogy béke tárgyalások legyenek. De mindez úgy zárt ajtók mögött történik. Az anyagi helyzet javul, ami az országot illeti, de ami a te anyagi helyzetedet illeti, ott is lesz nyeremény, vagy javul a helyzet. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!